Köszöntöm a Miskolc Televízió nézőit, önök a Sportpercek adását látják. Keddi összeállításunkat labdarúgással kezdjük. Bár már egyre több labdarúgó barátban emelkedik a pulzus szerte Európában, hiszen közeleg az EB rajtja, de természetesen nem csak a felnőtt, vagy ha úgy tetszik az A válogatott körül történnek fontos dolgok, hanem a fiatalabbaknál is. Június első hetén Miskolcon a DVTK edzőközpontban kezdte meg edzőtáborát, és játszik majd két felkészülési mérkőzést, az U18-as magyar labdarúgó válogatott. Korosztályos legjobbjaink Svédország csapatával vívott felkészülési mérkőzései pedig az ősszel esedékes Európa-bajnoki selejtező tornára készítik fel nemzeti csapatunk tagjait, akik között három diósgyőri is ott van. Hétfő délután a DVTK edzőközpontban kezdte meg összetartását, felkészülését a két edzőmérkőzésre, hosszabb távon pedig az Európa-bajnoki selejtezőkre az U18-as magyar labdarúgó válogatott. A miskolci napok eredményességét pedig két felkészülési mérkőzésen tesztelik majd a 2006-os születésű tehetségek, illetve az edzői stáb. Ugyanis csütörtökön, majd szombaton is megmérkőzik nemzeti együttesünk Svédország legjobbjaival, mindkétszer a DVTK stadionban. Szélesi Zoltán távozásával az U18-as csapat szakmai stábját irányító Babó Levente pedig három DVTK játékost is meghívott az összetartásra. Bacsa Benjamint, Lajcsik Vencelt és Szamosi Ádámot. Utóbbit kértük beszélgetésre. Az előző héten szerdától elkezdtük az összetartást. Három napot voltunk együtt, aztán a hétvégét otthon töltettük. Aztán most hétfőtől szombatig pedig itt leszünk Miskolcon. Tekintve, hogy közeleg a svéd együttessel játszott első edzőmérkőzés, megváltozik ilyenkor a munka jellege, mennyisége? Úgy gondolom, hogy inkább most már ráfekszünk a taktikai szempontokra, és talán a terhelésből egy kicsit visszaveszünk, de ugye speciálisan a svédekre most készülünk, mind védekezésben, mind támadásban. Tulajdonképpen egy picit a másik két DVTK-s csapattárs nevében is kérdeztük Ádámot, hiszen egy kicsi komplikált, nem túl jól sikerült bajnoki szezon után érkeztek a válogatott napokra. Kérdés, milyen érzésekkel? Van egy oldal, főleg, hogy most ez egy speciális helyzet, mivel úgymond hazatértem ide Miskolcra, hogy itt töltöttem az egész évet, és most vissza tudok jönni, ez mindig egy speciális érzés, hogy főleg, hogy a válogatottban, még hazai környezetben is, ez egy igazán felemelő érzés. Itt az embernek átkattan az agya, azért ez egy más kávé, ez nagyon jó csapatok ellen, nagyon jó játékosok ellen lépünk pályára, muszáj extra motivációval és extra plusz erőkkel dolgozni, hogy a magyar válogatott és egyénileg, mint én Szamosi Ádám is sikeres lehessek. Másfél hetes válogatott edzőtábor két felkészülési mérkőzéssel. Ennyi ideje van ezúttal mindenkinek arra, hogy jó benyomást alakítson ki magáról, meggyőzze a szakmai stábot arról, hogy nélküle gyengébb lenne a csapat, vele számolni kell. Első lépésben Svédország válogatottja ellen. Én minden tőlem tehetőt meg szeretnék tenni, nagyon sokat tudok a srácok között fejlődni, de persze az is fontos, hogy megmutathassam magam, és minél több játék lehetőséget kaphassak. Szóval most ez a célom, szeretnék minél többet játszani a svédek ellen, a többit pedig majd a jövő hozza. Szerintem top-top játékosok ellen fogunk játszani, még sokat bár nem tudunk róluk, de biztos vagyok benne, hogy fizikumban és technikailag is egy top csapatot képzeltünk el. Ugye azért ismerjük úgy nagyjából ezeket a csapatokat, meg játékos neveket ismerhetünk belőlük, de úgy még konkrétat nem tudunk róluk, de ez majd meg fog változni a hét folyamán, és kellően fel fogunk belőlük készülni. Természetesen a cél minden pályára lépésnél a győzelem megszerzése, de tekintve, hogy edzőmérkőzésről, egy Európa-bajnoki felkészülésről van szó, speciális feladatok is várhatnak a pályára lépőkre, hiszen most adódik remek lehetőség kipróbálni, tesztelni különböző variációkat. Ez a két meccs, ez annak a javát szolgál, hogy a jövő évi Európa-bajnoki selejtezőkre fel tudjunk készülni, mert nekünk nagy céljaink vannak, de egyelőre most ezek a rövid távú cél, ezt a két meccset megnyerjük. Ez mind a csapatnak, mind egyénileg nagyon fontos, a lelkeknek, hogy egy szezon végét úgy zárjunk, hogy a magyar válogatottal nyertünk két meccset a svédek ellen, szóval erre fogunk törekedni, és a csapat szerintem nem fog hiányt szenvedni semmivel. Szélesi Zoltán helyét pedig Babó Levente szövetségi edző vette át, az irányításával dolgozó szakmai stáb, illetve az U18-as válogatott játékosai egy elég intenzív, csak nem két hetes programot teljesítenek.
Múlt hétszeren kezdtük a felkészülést a két svéd dupla mérkőzésre. A Telkében szerdától péntekig edzettünk. A hétvégét megadtam a játékosoknak, egy kis pihenőnek, hiszen nekik már vége van a bajnokságnak. Előző vasárnap volt az utolsó forduló, úgyhogy nekik ez már a nyári szünetből megy. Ebből a szempontból erre kellett figyelnünk a felkészítésnél. Gyakorlatilag mától vagyunk Miskolcon egészen szombatig, csütörtök és szombat a két mérkőzés. Két táborral ezelőtt vettem át a csapatot Szélesi Zoltántól, aki az U21-es korosztály szövetségi edzője lett, úgyhogy egy picit még egy ilyen ismerkedő fázisban vagyunk a csapattal, holott ismerem azért a játékosokat, de ebből a szempontból, hogy én szövetségi edzőként vagyok velük, ez egy kicsit új helyzet számukra és számomra is. A sok-sok teendő között, amit ilyen alkalmakkor kezelnie kell egy edzőnek, ott van egy speciális is, hiszen ahogyan az elhangzott, befejeződött már a bajnokság, és persze fiatal profikról van szó, de előfordulhat, hogy picit csökken a koncentráció, egészen egyszerűen kiengednek a játékosok, és úgy kell visszahozni őket a megfelelő szintre. Az elmúlt héten ebből nem tapasztaltunk semmit, se a stábom, se a játékosok részéről. Bízom benne, ez így maradt csütörtökig. Nyilván a játékosoknak egy nagy lehetőség, hogy a korosztályos válogatottba szerepelhetnek. U18-ban azért a szemük előtt lebeg az, hogy jövőre U19-ben már selejtező tétmérkőzéseket játszik a korosztály, úgyhogy ebből a szempontból nekik is egy jó lehetőség, hogy megmutassák magukat ilyen nagyszerű körülmények között, mint ahol a stadionban lesz a két mérkőzés. Úgyhogy bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban, hogy semmi nem fog ebből meglátszani, hogy ők már a papíron a nyári szünetükben vannak. A Telkiben eltöltött tréningek után pedig Miskolcon már a svédek elleni speciális finom hangoláson lesz a hangsúly. Igen, legfőképpen a holnap délőtti és a mérkőzés előtti szerdai edzés. A mai edzésen egy kicsit azzal szeretnénk foglalkozni, hogy labdabirtoklásban mit kérünk a csapattól, mit szeretnénk elképzelni. A holnap és a szerda azzal pedig a magas pressinger, a középső zónás védekezése az már kifejezetten svéd fókuszban telik. Mi lesz talán a legnagyobb haszna, miben nyújt segítséget majd úgymond a gyors egymás utánban lejátszott Svédország elleni két mérkőzés? Nagyobb kerettel dolgozhatok, mint amikor egy mérkőzés van, hiszen több játékosnak tudunk játék lehetőséget adni. Itt cél is, hogy a játékosok megfelelő játékpercet kapjanak, meg tudják magukat mutatni, mi is lássuk őket ilyen körülmények között. A svédekről az előzetes feltérképezés alapján kiderült, hogy jó csapat, jó játékosaik vannak, jó futballt, minőségi futballt játszanak, úgyhogy ebből a szempontból jó kihívás áll a csapat előtt. Még konkrétabban a mérkőzésekre fókuszálva, mit szeretne látni az edző, a stáb, mit kell megvalósítania majd a csapatnak? Nincs is ezzel sem probléma, nincs is semmi titok, hiszen a mi és az ő mérkőzéseink is fent vannak a neten, meg lehet találni őket bizonyos mérkőzés megosztó oldalakon, tehát ebből a szempontból mi is így készültünk fel rájuk. Nem hiszem, hogy ebből a szempontból sok újat látnak tőlünk, vagy mi is tőlük. Legutóbb egy hónap ezelőtt a Görögország elleni mérkőzés hibáit szeretnénk egy picit kijavítani, azt a játékot szeretnénk csiszolni, védekezésben is, támadásban is, úgyhogy abban szeretnénk előlépni, amit Görögország ellen próbáltunk, csak kicsit még több minőséget beletenni. Bár majd csak a következő 2024-25-ös szezonban immár U19-es csapatként teljesítik a most látható játékosok a már említett Európa-bajnoki selejtezőt, de ezek a miskolci napok, az itt lejátszott két felkészülési mérkőzés már annak az időszaknak fontos részét képezik? Nem, gyakorlatilag ez még annak a jegyébe telik, hogy kik azok a játékosok, akik a jövő évi selejtezőket sikerrel vívhatják meg. Gyakorlatilag ez egy megméretetés a számukra, egy bizonyítási lehetőség. Azért is mondom, hogy az eredmény mellett nyilván a megfelelő játékperc biztosítása a játékosoknak is prioritása részemről. A DVTK stadionban csütörtökön 18 órától játsza tehát első miskolci felkészülési mérkőzését az U18-as válogatott, a második pedig szombaton 14 órakor kezdődik mindkétszer a svéd válogatott ellen. Az éles találkozók pedig majd csak novemberben várnak nemzeti csapatunkra, az Európa-bajnoki selejtezőn Andorra, Németország és Ciprus ellen. Miskolci bronzérem a Grappling Európa-bajnokságon. Május 29-én és 30-án Azerbajdzsánban Baku városa adott otthont az U17-es és U20-as kontinens versenynek, ahol 15 ország legjobbjai között ott volt a miskolci Kandó Kálmán informatikai technikum diákja is, és a dobogó harmadik fokára állhatott. Vele és az őt felkészítő szakemberrel, Mellik Bélával beszélgettünk. Amikor kijön valamelyik, mindig csere van. Fogd meg! Gyerünk! A Miskolci Jiu-Jitsu Egyesület 7 danos mestere a rájellemző energiával indította a tennivalókat az edzésen.
Lányok és fiúk, kezdők és haladók mind megtalálhatóak a Miskolci Egyesület tréningein, amit egy szép nemzetközi eredmény elérése után kezdhetett meg a felvételen piros felsőben látható Muzsnai Péter. A fiatal tanítvány Azerbajdzsán fővárosában szerepelt a korosztályos Európa-bajnokságon, ahonnan értékes harmadik helyezéssel térhetett haza. Érmeink gyűlnek rendszeresen, mert magyar bajnokságon a srácok jól szerepeltek, és mivel a magyar bajnokságon jól szerepeltek, így válogatott kerettagok lettek, és a kerettagként jutottak ki az Európa-bajnokságra. Ez a grappling részlegünk. MMA-ban is beindultak a versenyek, ott is nagyon jól szereplünk, de tulajdonképpen az egyesület életében egy ilyen felfelé ívelő tendencia van, amit nagyon remélek, hogy nem áll meg, mert ez a hegy lehet, hogy nagyon magas, és akkor igyekszünk minél jobban felkapaszkodni erre a hegyre. Ezen a bizonyos hegyre vezető úton egy rendkívüli lépés volt az U17-es mezőnyben az 50 kg-os kategóriában elért harmadik helyezés. Egy óriási jó érzés, tehát valahol az, amikor ez egy olyan, mint egy ilyen, amikor beérik egy gyümölcs szerintem a kertésznek, mert azért Peti is hosszú-hosszú ideje dolgozik, keményen készül, és ugye Azerbajdzsánban, Bakuban rendezték az Európa-bajnokságot, és oda utazott ki, és a megméretetések folyamán a sok-sok ellenfél közül sikerült elhozni a bronzérmet. Valóban így van, hogy garantálni egy győzelmet soha nem lehet, pláne ebben a sportban, mert azért vannak azok a fajta sportok, akár mondjuk egy úszás, egy súlyemelés, ilyesmi, ahol az edző tudja, hogy milyen időt úszik az a gyerek, milyen időt fut az a gyerek, milyen súlyt bír kiemelni, tudja, hogy azért a többiek körülbelül mit szoktak csinálni. A küzdősportokban ez nem így van, tehát a küzdősportban fogalmam nincs arról, hogy az ellenfél edzője éppen milyen technikát és milyen taktikát fog alkalmazni. Tehát nagyon nehéz. Igyekszünk minél jobban kinyitni az ollót, minél több technikát megtanulni. Ez Petinek is sikerült, és valóban nagyon-nagyon jól követte az utasításokat, mondhatom úgy edzésen, és hát büszke vagyok rá. Mennyiben, hogyan változik az edzésmunka abban az esetben, hogyha egy-egy nagy verseny, például egy Európa-bajnokság közeleg, és arra készülnek a versenyzők? Nyilván egy nagy-nagy esemény előtt az edzésmunka attól lesz nagyobb, hogy sokkal több erőnléti edzés van, sokkal több olyan technikai edzés, ami még jobban fárasztó, hisz egészen biztos, hogy az a verseny még fárasztóbb és még keményebb lesz. Tehát tulajdonképpen talán a terhelés az, ami megnő egy-egy ilyen időszakban. A technikák számát már nagyon nem lehet szaporítani, de a lényeg az, hogy kibírják majd azt a sok-sok meccset testben és lélekben is. Talán abban lett egy sokkal jobb Péter, hogy sokkal gyorsabban gondolkozik. Tehát ami ezeken a meccseken nálunk létfontosságú, hogy pillanatnyi döntéseket kell hozni az ellenfél reakciójára. Nem is véletlenül mondják, hogy ez valahol a testtel történő sakkozás, mert tényleg ez van, hogy az ellenfél csinál egy fogást, egy lépést, bármit, amire reagálni kell. És Peti ebben rengeteget felgyorsult, tehát villámgyorsan reagál, villámgyorsan hoz döntést, és ezeket a döntéseket végre is hajtja. Ez egy óriási előnye lett. Tekintettel arra, hogy vannak válogatott kerettagok a klub kötelékében, változik az edzés munkájuk? Tulajdonképpen attól, hogy kerettagok, nincs más edzés munka. Keményebb munka van. Tehát nincs másfajta grappling. Grappling egyfajta van, amiben győzni kell és kész. Az edzés munka sokkal több annyi, hogy még többet kell edzeni. Tehát nincs más, nincs benne semmi titok. A titok egyetlen egy dolog, még többet kell gyakorolni. Kész. De a szép Európa-bajnoki eredmény után sem áll meg az élet, hiszen napok múlva már a Diák Olimpia vár a klub érintettjeire. 60 városában hatalmas mezőny, várhatóan 360 versenyző küzd majd a szőnyegen. A Diák Olimpia egy különleges lehetőség, hiszen azért tudjuk, hogy itt pontokat is tudnak szerezni a későbbi tanulmányaikhoz a gyerekek, tehát ez mindenki számára értékessé teszi ezt a megméretetést, így 11-en fogunk egyébként utazni. Ami az érdekessége, hogy valójában nem egyesülettől versenyeznek, tehát ezen a versenyen senki nem az egyesületétől vesz részt, hanem a saját iskolájától, viszont én megígértem minden testnevelő tanárnak, hogy ígérem, ott leszek, tehát én tehermentesítem őket, nekik nem kell jönni. Nyilván a nyár után egy kis szabadsággal telik, de az ősz már szeptembertől beindul, hisz októberben, mivel válogatott kerettagok ugye mind a hárman az egyesületből, Kazahsztánban utaznak a világbajnokságra. Muzsnai Péter, Kálmán Marcell és Kónya Zsombor. Ők a válogatott kerettagjaink. Érdekes összefüggést osztott meg velünk a hétdanos mester, hiszen a szeptember egy komoly felfutást jelent a jelentkezők számában.
Szeptember egy mindig érdekes történet, mert olyankor valahol úgy, mint az újévi fogadalomnál, ugye ott minden újévi fogadalomnál mindenki megfogadja, hogy na most aztán kell kezdem. Ez szeptemberben is valahol így van az iskolások között, hogy na most itt jön a szeptember, és akkor aztán elkezdem. Olyankor mindig szoktak azért jönni, tehát olyankor mindig megbővül a létszám. Pontosan egy ilyen időszakban, szeptemberben érkezett először edzésre az egyesület újdonsült Európa-bajnoki érmese is. Anyukámnak köszönhetem, ő mondta, hogy jöjjek el egy edzésre. Először önvédelemnél kezdtem a keddi csütörtöki edzéseknél, mert én rengeteg évig úsztam, csak sajnos elkaptam egy betegséget, és így abba kellett hagynom. Egy pár év kihagyás után pedig anyukám mondta, hogy jöjjek el és nézzek meg egy edzést, és szeptemberben lesz, hogy 4 éve csinálom ezt a sportot. Iskolában ugye én voltam a legkisebb, és szekáltak, és úgy gondoltam, hogy én meg akarom magam védeni, és így folytattam ezt a sportot. És úgy kötöttem ki a mostani edzésekre, hogy mester mondta, hogy nézzek meg egy versenyt, és el is mentem. Hát kikaptam. Budapesten volt az első meccsem, és hát ugye legutolsó helyen végeztem, de én úgy gondoltam, hogy nem adom fel, és csinálom ezt a sportot tovább, és most itt állok. Az első meccsemben egy spanyollal voltam, őt le tudtam kopogtatni egy hátsó folytásba, aztán egy ukránnal mentem az elődöntőbe, ő egy sajnos egy lábfeszítést befogott rajtam, és úgy megfeszítette a lábamat, hogy még recsent is. De ez nem tartott vissza, és végül a bronz meccsemet egy orosz ellen mentem, és meg is nyertem. Miután Péter életében az életkora miatt is a tanulás óriási jelentőséggel bír, a sport és az iskola együttes nehézségeiről is érdeklődtünk. A hétfői napokon már úgy jövök ide edzésről, hogy suli után egyből, de szerencsére a többi napokon haza tudok menni, tudok kicsit tanulni, és akár még le is tudok egy kicsit pihenni edzés előtt, és aztán pedig jövök edzésre, és ha úgy van, akkor még este is kell egy kicsit tanulnom, de szerencsére össze tudom kötni a kettőt. Érez előzetesen abból a bármit, valamit egy versenyző, hogy az a viadal, ahol ő éppen indul, milyen lesz? Hogy jól állnak-e aznap a csillagok az égen? Nagyon izgultam, előző nap főként. Aznap amúgy meglepően nem izgultam annyira, de hú, ez nehéz kérdés, mert még a legjobb is tud hibákat csinálni, és már ha a lábamat rossz helyre teszem, már akkor is bármi megtörténhet, szóval igazán egy ilyen versenyre nem lehet felkészülni, és inni kell a szerencsébe. A meccseket főként másképp nyertem meg, ugye volt egy kopogtatásom az első meccsen, ott a kedvenc technikámmal, a hátsó folytással sikerült lekopogtatnom az ellenfelet, azt nagyon sokszor szoktam gyakorolni, és abban mindig általában le szoktam kopogtatni az ellenfelet. Az utolsó meccsemet pedig pontozással nyertem. Ott az utolsó 10 másodpercben toltam ki az ellenfelet, és így egy pontot kaptam, és utána dühből rám jött az orosz, és megpróbált levinni, de végül szerencsére én kerekedtem fölülre, és így plusz 2 ponttal sikerült 8-5-re megnyernem. Fontos, hogy fejbe is ott kell lenni, nem csak erőben, hiszen hallgatni kell az edzőre, aki ott ül kint a tataminál, és meg kell hallani, hogy mit mond, és tényleg fejbe ott kell lenni, át kell gondolni, hogy mit fog valószínűleg az ellenfél csinálni, hiszen elég fura, de nagyjából, hogyha elég sok technikát ismer az ember, akkor már egy kis mozdulatnál is tudhatja előre, és lefutatja az agyába, hogy mit csinálhat majd az ellenfél, és arra válaszolni kell, és tényleg nem csak erőbe kell ott lenni, hanem fejbe is. Ezek a most elhangzott gondolatok voltak a talán legfontosabb tapasztalatok az Európa-bajnokság után? Igen, tapasztalatot rengeteget szereztem, például, hogy hát valahogy meg kell tanulnom majd a lábfeszből kiszabadulni, de tényleg azt tapasztaltam, hogy nagyon erősek az ellenfelek, és többet kell edzenem, tényleg, hogyha egy aranyérmet is el szeretnék hozni, akár Európa, akár remélhetőleg világbajnokságon is, ami egyszer remélem meg fog történni, akkor rengeteget kell edzenem, erősítenem, és még sokkal több technikát kell tanulnom.
Minden viadal így az Európa-bajnokság után is az edzéseken átbeszélik azt, hogy mi sikerült jól, mi nem, mit kell még gyakorolni, és ebben óriási segítséget kapnak az egyesület versenyzői, életkortól, tapasztalattól függetlenül Mellik Béla mestertől, hogy a következő világverseny is miskolci éremmel érjen majd véget. 2024. július 12-től 24-ig rendezik majd meg az Európai Egyetemi Játékokat, melynek házigazdája a Debreceni és a Miskolci Egyetem lesz. Az előzetes tervek alapján elmondható, hogy a két város két egyetemén összesen 25 helyszínen lesznek majd rendezvények. Ezekre a helyszínekre 40 ország 450 egyeteméről összesen 5000 résztvevőt várnak. A közelgő rajt kapcsán az Európai Egyetemi Játékok szervezői sajtótájékoztatót tartottak a Miskolci Egyetemen. A Miskolci Egyetem a júliusban kezdődő Európai Egyetemi Játékokon 10 sportágnak biztosít majd helyszínt, de még a játékok rajtja előtt a szervezőbizottság sajtótájékoztatójának is otthont adott. Üzenem az EUG-re érkező fiataloknak, hogy készüljenek, mert biztos, hogy óriási buli lesz, óriási társaság lesz és jó hangulat. It's gonna be more than games. It's gonna be more than games. It's gonna be more than games. I am more than games. This is going to be more than games. Az eseménnyel kapcsolatos összeállításban is elhangzott, ez több lesz, mint játék, hiszen hatalmas sportolói és kísérői létszám várható majd a két rendezőváros univerzitaszában, és ehhez a léptékhez illő méltó fejlesztések is zajlottak a játékokra. Az állam szerepvállalása fontos, de tudjuk azt is, hogy a magyar felsőoktatás, a megújult magyar felsőoktatás egy olyan rendszer, amely lehetőséget teremt, felelősséget ad, hívhatjuk ezt akár úgy is, hogy autonóm, tehát egy autonóm versenyképes magyar felsőoktatást alakítottunk ki. Ennek az autonóm felsőoktatásnak, versenyképes, rugalmas felsőoktatásnak a lényege valahogy úgy fogalmazható meg, hogy legyenek a magyar fiatalok a legsikeresebbek, mert mi azt szeretnénk, hogy a mi fiataljaink legyenek a legsikeresebbek. Ehhez kell tudás, ehhez kell kreativitás, azaz innováció, és ehhez kell egészség, egy olyan egészséges élet, amelynek az alapja a sport. És amit még ehhez hozzáteszünk, az a kötődés. Az a kötődés az egyetemhez, az a kötődés az alma materhez. És tulajdonképpen ebben léptünk egy nagyot, ebben mutattuk meg, hogy mi a magyar virtus. Az a magyar virtus, hogy immár 12 egyetemünk van a világ legjobb 5%-ában, a Miskolci Egyetem is, és a Debreceni Egyetem is, amely a két házigazda lesz, és úgy erősítjük tovább a felsőoktatásunkat, hogy már a felsőoktatásban is minden egyes képzési területnek a részévé vált a sport, köszönet a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának, és újítjuk meg folyamatosan a sportinfrastruktúrát, mi több. Minden évben 2,5 milliárd forintot fordítunk arra, hogy az egyetemeinken minél több sportaktivitás legyen, minél több sportoló legyen, minél több sportklub legyen. Külön forrás biztosítunk erre, hogy az olyan élsportolóknak, akik a magyar sportot, a magyar fiatalságot viszik előre, olyan egyéni tanrendjük és olyan lehetőségeik legyenek az egyetemeinken, amely a sportpályafutást és az egyetemi diplomát is egyszerre támogatja, egyszerre segíti. Ami pedig kifejezetten ide az Európai Egyetemi Játékokhoz kötődik, ott pedig nem kevesebb, mint 20 milliárd forinttal támogattuk a Miskolci Egyetemet. Támogattuk a Miskolci Egyetemet, hogy a megfelelő infrastruktúrális fejlesztésekkel készüljenek. Még biztosítunk több mint 2 milliárd forintos szervezési költséget. Tudjuk azt biztosítani, hogy Debrecen és a Miskolci Egyetem méltó helyet biztosítson annak a több mint 400 egyetemnek, amely 400 egyetem érkezik ide. A házigazda részéről pedig az is elhangzott, hogy mit is jelentenek a játékok, mit jelent majd ez a hatalmas rendezvény az egyetemnek. Nagyon sok mindent jelent ez számunkra. A Miskolci Egyetem azért hozzá van szokva, hogy nagy rendezvényeket szervez, akár egy gólyatábor, akár egy Miskolci Egyetemi Napok azért több ezer látogatót vonz, de azért ez idén mindenképpen a Miskolci Egyetem kiemelt legnagyobb rendezvénye lesz, és ezt nyilván a Miskolci Egyetem Sportszövetségével közösen
bonyolítjuk le, és azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb erénye a rendezvénynek, hogy ezt a fajta együttműködést, ezt ilyen szintre tudtuk hozni, hogy ezt a rendezvényt eredményesen le tudjunk bonyolítani. Azt gondolom, hogy ez elismerése is annak a sok munkának, amit ebbe a sportirányultságba mi beletettünk. Elég csak emlékezni arra, hogy 2016-ban a Miskolci Egyetem tájfutó világbajnokságot rendezett nyilván egyetemisták számára. 17-ben egy kosárlabda EB volt szintén egyetemi körben. A tájfutó VB egyébként abban az évben elnyerte a legjobb ilyen rendezvény, tehát a legjobb egyetemi világbajnokság címet. Ez nyilván valamennyire felbátorított minket, és hát ennek a rendezvénynek az előfutáraként tavalyi év folyamán tollaslabda és vízilabda sportágokban már megrendeztük az egyetemi Európa-bajnokságot, szintén azt gondolom, hogy sikerrel. Tehát azt gondolom, hogy ennek a munkának, illetve annak az elismerése a rendezvény, hogy hát a Miskolci Egyetem Sportegyesülete az kiemelkedő eredményeket ér el folyamatosan az egyetemi sportterén. Több mint 700 aktív sportoló vesz itt részt a napi munkában, illetve hát azért a röplabda és kosárlabda csapata az egyesületnek az kiemelkedő eredményeket produkál. Miután már lezárult a nevezés az európai egyetemi játékokra, friss adatok is elhangzottak a sajtóeseményen. Amikor ezt az egész szervezést a csapat elkezdte, az egy 20 fős szervező csapat volt. Ez időközben plusz 50 fővel kibővült, és ez adja a magját a szervező csapatnak. Az eredeti csapat, ahogy Mocsai Lajos is mondta, hát egy 2-3 éve már dolgozik ezen a rendezvényen. A hozzájuk csatlakozó 50 fő az nemrégiben csatlakozott, és hát számítunk körülbelül 500 önkéntesre, aki a lebonyolításban segít nekünk. Ebből az 500-ból nagyjából 400 már megvan, hogy kik lesznek, és nem akarok tévedni. Ebből közel 100 fő az miskolci illetőségű, és ami számunkra is egy picit meglepetés, de kellemes meglepetés, hogy 170 külföldi önkéntesünk van, ami azt gondolom, hogy a nemzetközi fényét ennek az eseménynek tovább emeli. És akkor tehát ennyi a szervezőcsapatról, a sportolókról, a Miskolci Egyetem sportolóiról annyit, hogy Miskolcon 10 sportág kerül megrendezésre. A jó ír a miskolci szurkolóknak, hogy ebből 7-ben van miskolci csapat vagy egyéni induló, ebből 4 küzdősport, a tenisz, ami a vadonatúj tenisz infrastruktúrákban került megrendezésre, és azt gondolom, hogy méltóképpen avatja ezt a létesítményt, és itt visszautalok arra, hogy ez abból a 20 milliárd forint állami támogatásból valósult meg, ez a beruházás, amit Hankó államtitkár úr az imént említett. A strandröplabda pályánk is teljesen új, az is itt lesz, ott is férfi és női csapatokat is indít a Miskolci Egyetem, és hát egy körülbelül 50 fős kontingens az, ami miskolci sportolók révén képviseli magát a várost és az egyetemet is. A hatalmas léptékű rendezvény megszervezése, lebonyolítása óriási energiákat igényel. Miért fontos, miért jelentős az európai egyetemi játékok az egyetemi sportban? Erről a világbajnoki bronzérmes korábbi gátfutó beszélt. Úgy gondolom, hogy ez a motto, hogy More Than Games, ez nagyon találó, mert valóban az egyetemi sport is több, mint sport. Ugye az egyetemi évek azok az utolsó igazán struktúrált és azon évek, ami nyilván az egyetemistáknak a piacképes tudás megszerzése mellett még az utolsó olyan alkalom, hogy hasznos gyakorlatokat, hasznos szokásokat, hasznos életviteli irányelveket megtapasztalhassanak, és tényleg beépíthessék a felnőtt
profi életükbe, és hát nagyon nagy szerepe van az egyetemeknek abban, hogy ebben a sportot is belecsempészze, és azt, amit a mindennapos testnevelés elindított, azt egy kicsit más, de hasonlóan struktúrált módon megteremtse az egyetemisták életében, és elindítsa úgy életükre, útjukra őket úgy, hogy igenis ne engedjék ezt el. Július 12-től 24-ig tart tehát a hatalmas léptékű egyetemi sportrendezvény, melynek egyik helyszíne tehát Miskolc lesz, és 10 sportág versenyzői küzdenek majd városunkban. Önök az elmúlt percekben a Miskolc Televízióban a Sportpercek adását látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!